Szinte teljesen megtelt a Bartók Béla művelődési központ csütörtökön este Győrben, itt tartott a fórumát a Jobbik. Vona Gábor elnök elmondta, hogy szerintük jelenleg ők az egyetlen párt, akik kész programot tudnak a választóknak ajánlani. Programunkat fogom bemutatni, aminek, ahogy látják a diára vetítőn is, három alapfillére van, megélhetés, rendet, elszámoltatás, három hiánycikk. Az elmúlt 24 év három hiánycikke. Sok hiánycikk van egyébként. Sok mindent föl lehetne írni. Ha gonosz lennék, és azzal kezdeném az előadásomat, hogy mondjanak nekem egy dolgot, ami az elmúlt 24 évben rendben van, rendben volt, amit politikára bíztak önök, mint választópolgárok, és a politika jól sávfáradott vele, akkor nem nagyon tudnának erre érdemi választ adni. Az egyes választókörzetben Fodor Rolandra szavazhatnak majd a párt szimpatizánsai. A képviselőjelölt szerint a parlamentben jelenleg senki nem képviseli megfelelően a város érdekeit. A helyben elnyerhető egyéni mandátum elvesztette valójában a funkcióját, ugyanis a párt érdek és a frakció érdek mindig felülírta az egyéni helyi közösségek érdekeit, és így az egyéni képviselőjelöltet, a megválasztott helyben megválasztott egyéni képviselőjelöltet mindig kötötték a frakció fegyelem szabályai, és így el lett nyomva a helyieknek a hangja a parlamentben. A kettes választókörzetben Takács Krisztián a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje. Ő azt mondta, rengeteg változásra lenne szükség a város és a környék életében. A korrupcióról azt hiszem itt egy győrinek sem kell beszámolni. Offshore road is földmutyik, Győr-Szent Iváni áfacsaló, színes fém maffia, illetve a különböző haveri cégekre kiírt közbeszerzések. A közbiztonság terén ugye Pintér Sándor azt ígérte meg a Vámos Szabadiaknak és a győrieknek, hogy ez év márciusában be fogják zárni a Vámos Szabadi menekültábort, ezt a Jobbik kőkeményen számon fogja kérni, nincs szükségünk erre a menekültáborra, ha a Jobbik kormányra kerül, azonnal be fogja szüntetni a Vámos Szabadi menekültábort. A harmadik kérdés ugye az infrastruktúra kérdése, én nem csak Győrt, hanem a Győrtől délre, dél-keletre eső településeket is képviselem. Katasztrofálisak az utak minősége, Baranya megye után Győr-Moson-Sopron megyében a legrosszabbak az utak. A fórumon elhangzott, hogy bár a Jobbikot sokan elsősorban a fiatalok pártjának tartják. Az utóbbi időben úgy látják, hogy egyre több idősebb vagy középkorú ember is csatlakozott a támogatókhoz.